napot kívánok mindenkinek, üdvözletem. Ha most még itt a videóban december 20-a van, 2016. december 20. Ugye előző videónak azzal lett vége, hogy reménykedek, hogy le fogják szedni az árut, tehát tegnap délután már nem szedték le, úgyhogy ma reggel lett üres a kamion, és most jött a feladat, a következő feladat, hogy mehetek rakodni. Végül is nem viszik be, vagyis nem kell bevinnem a telephelyre az autót, hanem itt most lesz rakodás Ausztriába, és aztán valahol itt Ausztriába lesz letéve az autó, és akkor majd január 2-án megyek vele tovább. Úgyhogy pillanatnyilag ez a helyzet, hát úgy néz ki jelen állás szerint, hogy karácsony előtt egy-két nappal hazaérkezek. Most éppen Ausztriába, Burgenlandba járunk, itt az osztrák-magyar határ közelében. Leupersdorf a helység neve. És a szlovák-osztrák határ közelébe kell mennem rakodni, Bécstől északra. Úgyhogy most itt lesz egy kis ilyen hegymenet. Itt már azért az Alpok lábánál járunk. Vannak hegyek, dombok elég jól. Itt megy keresztbe az autópálya. Hát most ugye annak idején a Köröshegyi Völgyhíddal kapcsolatban elég sok volt a, hogy is mondjam, az ellenérzés, hogy minek kellett oda Völgyhidat építeni, amikor nincs is völgy, meg egyéb. Hát ott 80 méter magasan megy a völgy felett az útpálya, és itt ezt a hidat, ahogy elnéztem, ez szerintem egy olyan 20 méternél magasabban nem volt. Úgyhogy akkor ide meg aztán abszolút fölösleges lett volna építeni hidat, ha azt vesszük alapul, hogy ott nálunk a Köröshegyi Völgyhíd is fölösleges. Pedig szerintem nem, mert azért ott, ha nem csinálták volna meg azt a völgyhidat, hanem csak simán beviszik a völgybe az utat, meg a túloldalon föl, hát akkor azért ott igen-igen megizzadnának a teherautók, meg a személyautók is, és hát ha a környezetvédelmi szempontokat veszünk figyelembe. Én mindig azon gondolkodtam, hogyha mondjuk egy térkép, az én térképem nem jó, és azt mondom, hogy forduljon jobbra, és ott tegyük fel, nincs utca, mert fal van, az utóbbi 35 évben, akkor ön vajon befordul-e? Hát ezt már megbeszéltük párszor, Laci, hogy nem. Na szóval, hogyha környezetvédelmi szempontokat veszünk figyelembe, hát akkor is a káros anyag kibocsátás úgy lényegesen magasabb, hogyha ugye emelkedőn megy fölfelé a jármű, mint hogyha szépen, szinte vízszintesen halad tovább. Úgyhogy szerintem, meg nem csak szerintem, valószínűleg mások szerint is. Ficikém, jobbra megyünk. Szükség volt arra a hídra. Na majd valahol itt kell a templom után jobbra menni. Aha, igen, ott van a stop tábla. És akkor itt a stop táblánál. Jobbra. Ott van az autópályának is a táblája, hogy Wien Graz. És nekem arra felé kell menni. Balról senki. Jobbról még egy autó jön, az befordul, és akkor utána mehetünk. Hőmérséklet mínusz 1 fok. Milyen helyes kis kínai tranzisztorral jöttem össze.
mindjárt autópályán vagyunk, aztán irány Wien, azaz Bécs. Autópályán haladunk. Ha jól sejtem, ez az A2-es Bécs irányába. Itt már egész jól lehet látni, de ott följebb kicsit benne voltunk felhőbe, úgyhogy ott elég jó kis köd volt, azért nem is kapcsoltam kamerát, mert nem lehetett látni semmit. Mint látható, itt az út menti fákat ezt kinyesték rendesen. Véleményem szerint valami olyasmi megfontolásból tették ezt, hogy ne tudjon bedőlni az útra. Mert elképzelhető, hogy nagy havazás, meg nagy szél alkalmával bedöntötte a fát az útra a szél, és aztán úgy gondolták, hogy itt a úttól, nem tudom, egy x méterre kivágják őket, hogy ha dől, akkor az már ne érje el a úttestet. Ne érje el az úttestet. Talán így lett volna helyes. Hát sajnos eléggé párás, ködös az idő, olyan túl sok látnivaló nincs. Viszont elég jó kis forgalom van itt a pályán. Közelítünk a felrakó irányába. Nem, a felrakó helyhez közeledünk. És itt Ausztriában is elég érdekes dolgokat raknak ki a körforgalmakba. Tessék, itt van egy kacsa. Vagy liba. De inkább kacsának nézem én azt. Megyünk még egy kört, harmadik. Fenyőfa árus, meg mindenféle egyéb dolgokat árusít az illető. Hát eléggé kihalt az utca, nincs az a nagy jövés. Lesz egy körforgalmunk. Na, Rubi, örülünk? A második járaton majd kimegyünk. Kimész a körforgalomból, jó. Valami jobb szakmát szeretnék, mint ami lehetnék, telefon vagy akármi, majd mindjárt jobbra megyünk. Na, lámpa vált, és mindjárt jobbra megyünk. Nagyon klassz kis, nyugodt, rendezett hely. Látom. Na, hát nem sokára felrakóhelyre érkezek, és akkor utána majd jelentkezek, hogy mi a folytatás. Na hát, ide irányítottak, erre a csodás helyre. Ez azért nem egy szép környék, halljuk be. Ha jobbra mégy, majd mindjárt, akkor a sokkal szebb házak lesznek. Hát, mint kiderült, itt nincs semmi olyan, amit nekem el kéne szállítani. Pedig a megadott címre jöttem, úgyhogy nem tudom, itt valami félreértés történt, és most adtak egy másik címet, egy másik cégnevet. Azt gondolom jobbra. Úgyhogy most oda
oda szépen átmegyek, és remélem ott már lesz valami nekem való áru. Igen, eljött a hátulja is. Mert hát itt ez egy ilyen gazdaság, ahol volt egy hölgy, meg egy gyerek. Na, a második utcán viszont arra megyünk. Azt előkerült még egy hölgy, és akkor a hölgy mondja, hogy egy ilyen öntöző cső köteget, egy ilyen fém cső köteget kell fölrakni. Hát szétszedtem a pótkocsit, akkor jött egy targoncával, aztán végül is én ültem föl a targoncára, és amikor már fölraktam a csövet, akkor valaki hívta telefonon, hogy nem. Nem a csövet kell rakni mégse. Úgyhogy cső vissza. És akkor telefon ide, telefon oda. Aztán végül is adtak egy másik cégnevet egy közeli településen, innen 19 kilométer. Nem csak látom, hogy vezet. Átmegyek most oda. Aztán meglátjuk. De hát ilyet... Mert ha nem jó helyre mentem volna, akkor azt mondom, hogy oké, okay, de hát a hölgynek is mondom, hogy jó helyen vagyok. Jó helyen vagyok, igen, ők azok. Csak hát ott nincs semmi, amit nekem el kéne vinni. Úgyhogy most ez a helyzet, megyek át egy másik helyre, ahonnan talán már lesz valami felrakni való. Mi van itt? 4 méteres magasságkorlátozás? Aha, igen, jó, hát az alatt átférek. Na és ők meg itt rakodnak valamit. Eredetileg nem is akartam egyébként GPS-t. Aha. Mobiltelefon akartam lenni, mint mi mindannyian egyébként. Kínai gyárban, tudod, délelőtt gyártják a Sony-t, délután kicserélik a matricát JVC-re, aztán este... Na, remélem, hogy ez van 4 méter, vagy esetleg egy kicsit több. Is annyiba kerül. És akkor én ebben a sorozatban voltam, azt ne zavarjuk, hogy egész más van rámírva, tudod, ezek a címkézők, na mindegy, majd jobbra megyünk. Na majd meglátjuk azt a jobbra, mert hát az olyan fene tudja. Láttam én itt errefelé olyat, hogy ilyen 7,5 tonnás tiltó tábla, kivéve akárki. És úgy néztem én ezt a képet, hogyha itt nem lehet menni jobbra, akkor mármint a térképet megnézegettem. A második utcán lesz az, hogy jobbra kell menni. Úgyhogy majd meglátjuk, hogyha nem lehet jobbra menni, akkor megyek tovább egyenesen. Nem látok jobbra, én itt semmiféle tiltó táblát, úgyhogy majd megyünk erre. Na, majd jelentkezek. Egy kör alakú dolog, amiben bele lehet menni. Második kijárat. Ismét itt vagyunk a kacsás körforgalomnál. De itt a kacsáknak valami elég nagy kultusza van. De szerintem a második kijáraton hajts ki. Nekem mutatja. Mert több helyen láttam ilyen kacsa szobrot. Úgyhogy nem tudom, hogy itt... Hogy oldjam ezt meg standard GPS-ben? Később balra. Hoppá, figyel az esmegyő. Igen, ott kell balra mennem. Lehet, hogy itt kacsákat tenyésztenek. Meg ahol voltam, ott is a kapu mellett egyszerűen valami... Egyszerűen nincs ötletem, komolyan. Fingom sincs. Megyünk mondjuk balra. Kapu mellett valami csűrbe ott is kacsák voltak. Székrekedésed van, fingom sincs. Na hát, még 14 kilométer és ott vagyok a megadott helyen. Na, meglátjuk, remélem ott már lesz valami rakodás. Itt 3 kacsa van a körforgalomban. A második kijárat a miénk. Úgyhogy ez valami kacsás vidék.
kérem, rakodás megvolt, annak vége, úgyhogy most megyek egy telep irányába, ahol majd le lesz támasztva a parika évvégére. Ezennel nekem itt vége az évnek. Hát mondjuk mire ez a videó látható lesz, addigra már január lesz. Úgyhogy mindegy, hát így visszamenőleg is kívánok mindenkinek sikeres, boldog új évet. És aztán én jövőre jövök. De mondom, ez a videó, ez már valószínűleg majd januárban fog kikerülni a nagy közönség elé, a nagy érdemű elé. Na, mindenkinek további minden szépet és jót kívánok! Kívánok mindenkinek! A körforgalmat követve tovább egyenesen. Második kijárat. 2017. Első hónap másodika van. Folytatódik a tavaly megkezdett fuvar. Idei évben is menni fognak tovább a videók. Mint hallható volt, változott a navigáció hangja, meg maga a navigáció is változott, ugyanis Jézuska hozott nekem egy tabletet. Másfél kilométer után fordulj jobbra. Amihez én megvásároltam, jól tetszenek hallani, megvásároltam a iGo Primo Next Gen
című programot, navigációs programot, és hát ennek a nyári hangjai között nem található Jáksó Laci, és még eddig nem sikerült rájönnöm, hogy hogy tudnám én beleplántálni, hova kéne belerakni ezt a hangfájlt, hogy itt is működjön, úgyhogy majd beszélek én hozzáértő emberrel, hogy hát ha össze lehetne ezt hozni valahogy. Úgyhogy most egyelőre itt tart ez a navigációs projekt. Megvettem a navigációs programot, meg hozzá. Hát nem sikerült a végleges térképet megvenni, hanem mert úgy van, hogy külön le kell töltögetni hozzá Nyugat-Európát, külön Kelet-Európát, és egy letöltő szoftvert is kell telepíteni. Na most ez a szoftver valamiért az Androidra nem akar települni. Viszont a PC-n sem tudom használni, mert oda meg nincsen föltelepítve ez a navigációs szoftver, úgyhogy így meg vagyok egy kicsit lőve. Úgyhogy végül is az sikerült, hogy egy Nyugat-Európát valami 3000 vagy 2000 egy néhány száz forintért ilyen egy hónapos intervallumra sikerült megszerezni. Úgyhogy aztán majd ezt is valahogy majd meglátjuk, ha letelik ez az egy hónap, akkor hát ha felajánlja, hogy meg lehet vásárolni, vagy mit tudom én, a Google Play-ből letölteni valami úton, módon megvásárolni, úgyhogy ugyanis az a feltett szándékom, hogy teljes mértékben jobb tiszta navigációs szoftvert szeretnék használni a továbbiakba. Kövesd az utat több mint 7 kilométeren keresztül. És hát itt ezt most összekapcsoltam a telefonnal, ugye, amin van internet, és akkor így az interneten keresztül mindenféle forgalmi adatokat tud nekem begyűjteni, és ha valahol baleset van, torlódás van, stb., akkor ezt nagy valószínűséggel jelezni tudja, és tervez másik útvonalat, meg tud mindenféle kamionos beállítást, tehát aztán majd az kiderül menet közben, hogy mennyire valósak az ő adatai. Ugye, mert itt az ő programja is csak azt tudja, amit megadtak neki. És hát majd meglátjuk, hogy mint akar esetleg engem bevinni az erdőbe. De hát remélem, hogy nem lesz semmi ilyen probléma. Az utazás az Spanyolország irányába történik, vagyis hát pontosabban Spanyolországba, Zaragozába, meg csoda tudja mi a másik település neve, az is ott van Zaragoza mellett valahol, úgyhogy oda kell menni, szokásos útvonal, Zuben, B12-esen München, onnan Memmingen, onnan lefelé Lindau felé kell menni, ugye egészen a Bodenseeig, ott a B31-esen a tóparton, Freiburg, Mühlhaus, és onnantól a 36-os számú talán az autópálya, ami megy Besançon felé, és akkor Irún felé kell menni, ott Irunnál megyünk át. Bordeaux-Irún, ezen az útvonalon kell menni, és akkor ott megyünk át Spanyolországba, és onnan pedig Zaragoza felé. Micsoda meglepetés! Osztrák-német határnál járunk, Zuben. Mint látható, errefelé is hideg volt, meg van is hideg,
mínusz 2-t mutat a hőmérő. Igen, igen, le vannak deresedve a fák. Most én itt félreállok egy pár percre, mert rá kell raknom töltőre ezt a szerkezetet. Mert 20-néhány százaléknál tart a töltöttsége. És aztán utána irány tovább. Megtartottam a kötelező szünetet, és most indulok tovább. Szép nagy darab szállítmány, az igen. És van belőlük néhány. Az derék. Hatalmas nagy darabok. Ennek meg le is szakadt az alsó része. És már is érkezünk Németországba, az Inn folyó fele. Szép fehér itt is minden. Úgy látszik ez a szúzmarás, deres táj, ez a jellemző mindenfelé. De szép, jól néz ki. Hát itt is nagyon jól néz ki a környék. És itt annyira komoly ez a deresedés, hogy a szél az befújja az útra. Nézd meg. Mintha hó esne. Olyan pedig... Pedig aztán hónak se híre, se hamba. De itt a fákról lefújja a szél, és lerakódik az útra. Óriási. Úgyhogy azért figyelni kell, mert helyenként akár csúszhat is az út. Már úgy látom, hogy meg van szórva síkosságmentesítő anyaggal, de hát attól még csúszhat. Amint látható, 96-os számú autópályán haladunk Münchentől nyugati irányba, és elég intenzíven elkezdett esni a hó. Úgyhogy itt még a végén hóhelyzet lesz, mert ugye itt most egy darabig még megyek autópályán, és utána ugye le kell menni arra Bodensee felé, a 31-es számú főútra. És most mondja a Zellón az egyik kollega, hogy Passau felé meg már van egy jó 3-4 centi hó a pályán. Történt is valami baleset, úgyhogy leterelték őket. Hát remélem itt nem fog baleset történni, meg egyelőre még nem marad meg a pályán a hó, de ne is maradjon. Nagyon nem hiányzik, megmondom őszintén. Amit látható, egyre jobban esik az eső, a hó. Hó esik. Egyre sűrűbben, most már azért a pálya szélén is, a leálló sávba kezd egy kicsit megmaradni. Hát ebből még a végén hóhelyzet lesz. Ha ez reggelig így marad, akkor reggelre már hóhelyzet lesz. Remélem, hogy helyzet magaslatán lesznek a útfenntartók, és nem lesz ebből semmi probléma. Kérem, Friedrichshafenhez érkeztünk, és hát intenzíven esik a hó. Második kijárat lesz, Bobby, a körforgalomban. Aztán meg majd jobbra kell mennünk is. Ja, és közben beüzemeltem Lacit, ugyanis
addig-addig tisztergáltam én ezt a... Bevagyó, igen, második járatot, tabletet, hogy adjak neki internetet. Próbáltam wifin keresztül, aztán az megszakadt a kapcsolat, akkor utána próbáltam... Mindenbe kell a rím, jobbra megyünk azonnal. Próbáltam Bluetooth-on keresztül, aztán egy idő után ott is megszakadt a kapcsolat, és aztán nem tudom miért csinált egy olyat a Android, hogy biztonságos mód. És kész, mint ahogy utána kérdeztem, ilyen esetben biztonságos mód, ha aktiválódik, akkor csak a gyári alkalmazásokat használja. És egyszerűen hiába indítottam újra, mert azt írta, hogy a biztonságos módból való kilépéshez újra kell indítani. Újra lett indítva, és... Anyumban az iskolában rambolnak, csak forrad, csak vigyelek. És semmi, semmi változás nem történt. Mindig ugyanúgy visszaállt erre a biztonságos módra. Úgyhogy aztán az lett a nóta vége, hogy ilyen gyári alap visszaállítást kellett eszközölni, és hát ezzel ugye a telepített alkalmazások mind elszállnak, hiába kiraktam én a SD kártyára, hogy ugye az alkalmazás áthelyezése az SD kártyára, de onnan nem tudom telepíteni, úgyhogy majd internetet kell neki adnom, és akkor újra letölteni az alkalmazást a Google Play-ből, és aztán úgy újra működni fog a navigáció. Így hát most Lacit visszaállítottam, hogy nehogy elbambuljak valami kereszteződést, aztán tovább menjek. De szépen esik a hó, ha ez így megy reggelig, akkor reggelre lehet, hogy hóhelyzet lesz. Ma megpróbálok eljutni addig a parkolóig, oda a Titicé közelébe, ahol korábban is már parkoltam néhányszor. Na majd meglátjuk, meddig jutok. Hely, de szépen ki van világítva, itt ez a fenyőfa. Na, elég későn sikerült bekapcsolnom a kamerát. Na kérem, vége felé jár az idő. És itt van egy Shell-kút, ahol korábban már álltam egyszer-kétszer. Jó lenne, ha lenne hely. Aha. A kollega nem tudom, mire készül. Hát én beállok ide. Másik kollega mellé. Ide a magyar kollega mellé. És van hely, gyerekek. Óriási. Úgyhogy itt fogom eltölteni az éjszakát. Innen kicsit visszamegyek, visszagurulok. Aztán itt lesz az éjszaka. Jó reggelt kívánok! 2017. január 3-a van ma, reggel 7 óra, ahogy ez tavaly is lenni szokott, idén is így van. Az éjszakai pihenő az szépen eltelt, és indulni kell a lerakóhely irányába. Egy köz.
Laci azt hitte, hogy egész máshol vagyunk, mint ahol vagyunk. De most már... Dezső, jobbra. Ha szeretőd, vegyük én. Jobbra megyünk, te meg én. Most van egy kis hely. Felhajtunk a 31-es számú főútra. Nem tudom, valami miatt a tablet a telefonon, telefonnak a megosztásán keresztül nem akar csatlakozni az internetre, úgyhogy így nem tudtam tegnap helyreállítani a navigációs programot, úgyhogy most egyelőre marad Laci. Aztán majd valahol nézek valami wifit, és akkor onnan megpróbálom helyreállítani. Közelítünk már sokat szor ahhoz a jó kis szerpentines kacskaringós szakaszhoz. Itt egy icipicit olyan tériesebb a táj. Van egy minimális hó az út mentén, vagy nem is tudom mi az hó. Hát hó. Mondjuk azt, hogy hó. És mínusz 11-et mutat a hőmérő, ami azt jelenti, hogy hideg van. Nyolc óra van hajszál pontosan. Reggel 8 óra, és mínusz 11 fok. Arra azért már lehet azt mondani, hogy hideg, ugye? És a táj az téli ruhába öltözött. De úgy látom, az utat azt megszórták rendesen. Haladó sáv az nincs lefagyva. De személyautósok is kellő óvatossággal vágtáznak bele a kanyarba. Így is szép, vagy tám még szebb is, mint nyáron. Aha, ott elől megy egy tartályos. Tudom, mivel szórnak, mert a só az mínusz 6-7 fok környékén már mondhatni nem ér semmit, ha ugyanúgy odafagy, ha csak simán sózzák. Itt korábban már mondtam, valami fehér, ilyen lisztszerű valamit szórnak, ami vízzel érintkezve ilyen csak szárazon letörölhető, vagy pedig ha nedves, akkor le kell mosni. Valami olyan trutyi lesz belőle, ami nagyon-nagyon-nagyon ragaszkodik. Úgyhogy nem tudom, hogy ez micsoda, és mint látható, mínusz 10-11 fokon sem fagy meg. Aztán van, amikor valami folyadékot is adnak hozzá,
ugye az nálunk is ment annak idején, amikor én ilyen hóügyeletben voltam, hókotróval, ott is volt folyékony szóróanyag tartály, és akkor szórtuk a folyékonyat, vagy éppen vegyesen is lehetett, hogy a sóhoz kevertük ezt a folyékonyat, igen, és akkor lehet, hogy az úgy nem fagy le olyan könnyen. Nem mondjuk nálunk nagy hidegben már mindegy volt. Ott ilyen kásás lett, mint ahogy itt a bal oldalon mellettünk lévő sáv is látható, hogy ilyen kásás. Ha több hó volt, akkor pedig olyan latyak volt inkább. Szépen lassan leérünk a völgybe. Itt is látható, hogy a belső sáv az olyan hókásás, vagy minek mondjam. Ja. Na, megérkeztünk a völgybe, nem sokára Freiburg városához érkezünk. Mielőtt Freiburghoz érkeznénk, azért itt a völgybe van egy-két szép hely, amit ugyan már igen sokszor lehetett látni, de számomra megunhatatlan, főleg most, hogy téli ruhába van öltözve a táj, így még szebb. És itt ez a rész is nagyon jól néz ki. Perszes kollega Mercedes-szel. Itt már csak mínusz 5 fok van. Ha? Ilyen fönt a hegyen volt mínusz 11, meg 10. Itt lent a völgybe már mínusz 5. Azért ez is elég hideg, de mégsem mínusz 10. Nagyon szépek ezek a fenyők. Ilyenkor... Mondjuk nyáron is szépek, de ilyenkor, hogy így rá van fagyva a hó, meg a dér, ilyenkor meg még szebbek. Mint a sárga tábla is mutatja, megérkeztünk Freiburgba. Hát itt még nem indult be az élet úgy teljes egészében, úgy látom. Máskor, már ilyenkor 8:30 körül elég komoly forgalom szokott itt lenni.
Na most, most nyugodt a város. Elég gyér a forgalom. Tarts jobbra szerintem. Azt hiszem. Nézegettem a térképet egyébként, hogy merre megyünk utána. Hát nézd, figyelj. Tarts jobbra, aztán majd legfeljebb szólunk, amikor meg kell húzódni. Itt mínusz 3 fokot mutat a hőmérő. Úgyhogy nincs az a nagyon nagy hideg errefelé. Ötös számú autópályához érkezünk. Érdekes, hogy itt mintha több hó esett volna, mint arra fönt a helyekbe. Pedig azt hinné az ember, hogy a hegyekbe ott esik igazán a hó. Ale, felmegyünk az autópályára, kezd ízni lenni. De itt ez most kicsit ellentmondásos, de hát Istenem. Van. Robbanjunk be közéjét, hajtsuk fel az autópályára. Így van, berobbanunk az autópályára. Nem csak látok, hogy vezet. És innen már az út jelentős része autópályán, meg francia főutakon halad, ahol valamivel gyorsabban lehet menni. Ma kedd van. És hát elvileg csütörtök reggel délelőtt oda tudok érni az első lerakóhelyre. Hát én igyekszem rajtam, nem múlik, majd meglátjuk az időjárás, meg a forgalom, meg minden egyéb is úgy akarja-e, ahogy én elterveztem. Érkezünk Franciaországba. Hát itt még mindig tart a forgalom lassító határellenőrzés. Minusz 2-t mutat a hőmérő, hogy itt már nincs az a nagyon nagy hideg. Amint látható, egész Európára ez a jellemző, hogy ilyen deresek a fák. De ahogy kisütött a nap, itt nagyon jól néz ki. Érdekes, bal oldalon deres, ott jobb oldalon meg már épp hogy. Ja igen, ott lehet, hogy süti a nap, és azért már esetleg leolvadt a fáról. Meg úgy látom itt, hogy valami hó is esetett. Imittam, ott van néhány hó volt. Na itt, ahogy egyre jobban délnyugati irányba megyünk, a hőmérséklet az még itt is 0 fok, de viszont már nincs lefagyva. Nincs lederesedve a táj. A túloldalon meg, ha jól láttam, egy nem mai darab kamionmentő tevékenykedett éppen. Gondolom lerobbant ez a teherautó, és azt viszik el. És már megint ránk esteledett, napközben szerencsére nem történt semmi. Úgyhogy még lenne majdnem egy órám, de ahogy én néztem, ezen az útvonalon normális parkolót nem láttam, amerre nekem menni kell. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy kinézek én ide. Mondjuk 5 kilométerrel odébb van egy
ilyen Central Routier nevű teherautó parkoló, hogyha ne adj Isten, itt nincs hely, akkor elmegyek én oda, és ott bizonyára lesz hely. Csinálok neked egy oly, nagyon szép útvonalat, de az aztán maradj rajta, jó? Az jó lesz, Laci, csinálsz nekem útvonalat. De mindjárt megnézzük, hogy mi újság itt a kamion parkolóval kapcsolatban. Hát én itt úgy látom, hogy meglehetősen tele van ez a halszálkának nevezett parkolóhely. Itt egy kollega tolat balról, a másik tolat szemből. Na, lekapcsolom a lámpát, ne vakítsam el. Na, tolac barátom, gyere, mert én is mennék, csak annak a tartálynak elég jól kilóg a vége. De látja ő azt. Na mindegy, hát ő ezt a manővert itt megoldja, én meg megyek tovább valószínűleg. Körforgalom lesz. A harmadik kiáratban lesz, jó? És utána meg jobbra, kínesen. Vámudvar. Harmadik. És utána menjen el, mondjuk jobbra, kínesen. És itt van a... Aha. Itt van mi. Erre felé menjünk van balra, ez a... Jobbra. Menjünk jobbra, élesen. Így. Csak hol van ez a... Ez lesz az? Vagy mi ez? Ez egy cégnek a telephelye? Új a tervezés. Na mindegy. Nem láttam feliratot, semmit, jövök erre tovább. Hát megnézzük, hogy... Jönne a jobbra menjünk. Összekeverni, nem most menni jobbra, majd utána. Mi van itt bent? A kamion jön utánam. Na, az ott lehet, hogy egy cégnek a telephelye volt, mert nem láttam én kiírva semmifélét. Hogy ez lenne az esetleg. Várjál. Arra, itt van-e kiírva, hogy Centre Routier, az erre felé van. Kamion parkoló, teherautó parkoló. Jobbra! És akkor itt szépen keresek egy helyet. Nem is tudom, hova álljak. Szeretem ezt a vidéket, olyan nyugis. Majd mindjárt jobbra fogunk fordulni, addig tarts ki. Utána pedig majd ide. Megyünk valamerre, és majd akkor elmondom, hogy merre. Tartálj mellé! Jó lesz ez itt. Így, és ha valaki mellém áll, akkor ő is ki tud menni. Így jó lesz. Na, itt lesz az éjszaka. Jó reggelt kívánok! 2017 első hónap 4-e van. Méghozzá szerda. Igen! Laci mondja, hogy most menjünk jobbra. Már is megyünk, csak fölveszem én a szemüvegem.
Franciaországban járunk. Limoges város közelében. Micsoda hátsó lámpája van ennek. Hiányzik róla a búra? Ezek szerint leszették róla a búrát. Ha. Nagyon úgy nézett ki. Hogy ebbe a videóba is legyen valami tanulságos, valami okosság, akkor elmondom, amit már korábban ugyan elmondtam, de... Újra tervezés. A második utcán mindenképpen jobbra fogunk fordulni. De hát ugye ismétlés a tudás atya, szokták mondani. Ez a hely, ahol most töltöttem az éjszakát, ugye ez egy Centre Routier nevű hely, úgy írják, hogy Centre Routier. És aki még nem járt Franciaországba, vagy nincsen ebbe tapasztalata, az lehet, hogy nem tudja. Szerintem. Hogy ez a hely, ez kimondottan kamion parkoló, ahol van étterem, fürdő, WC és esetleg más egyéb élmény centre Routier. Úgyhogy ha valaki ilyet lát, akkor kamionnal bátran menjen oda, vagy akár kisebb autóval is, mert furgonnal is be lehet állni, és hát az esetek nagy részében nem fizetős, de aztán vannak olyan helyek, ahol viszont fizetős a parkolás. Találkoztam már olyannal is, de mondom, az esetek nagy többségében ingyenes a parkolás. A WC használat is többnyire ingyenes, a zuhanyzó az, amiért fizetni kell 1-2 eurót. Itt például 2 eurót kell fizetni. Van egy népszerű, gyöngyvirág, körforgalom, lombolás, csodálatos. Az első kiárat lesz szép, megint. Első kijáraton. Ne, körforgalom lesz. Majd a harmadik kijáratra vigyázz nagyon. Körforgalom lesz. Nem mondom meg, melyik kijárat lesz, jó, majd később. Jön alig. Attól érkezik, de elfordul. Nézem, hogy mi van itt, valami bevásárlóközpontszerű lehet. McDonald's, meg valami más feliratot is láttam. Na mindegy, éjszaka szépen csöndben eltelt. És olyan bizonytalanul vezetsz, nem kéne. Nem is te az autón megy buszon. Hogy irány, napfényes, Espanya. Bordeaux érintésével. Hát itt, mint látható, állnak kollégák. Ők valószínűleg nem tudják ezt, hogy itt nem egész egy kilométerre tőlük van ez a kamion parkoló, ahol nyugodtan el lehet tölteni az éjszakát, és nincs forgalom, jövés, menés, stb. Laci, nyomom a féket. Bordeaux-t elhagytuk, és most megyünk lefelé
Irún felé. Szedték az autót, nyitva minden ajtó, kipakolva belőle. Nem is egy újra ötre. Azt gondoltam volna, hogy hát itt erre, ahogy haladunk lefelé, itt egyre melegebb az idő, és hát nem. Nem melegebb egy kicsit se. Jó, egy kicsit lehet, hogy melegebb, mert mínusz egy fokot mutat a hőmérő. És ahonnan jövök, ott meg olyan mínusz 4, mínusz 5-öt mutatott, de hát az reggel volt, most meg már mindjárt dél van. És nézd meg, olyan ködös, párás, hideg, pedig most már nincs nagyon messze Spanyolország, egy olyan 100 km lehet Irún. Na mindegy, remélem, hogy ott arra felé jobb idő lesz valamivel. Látható, itt szépen süt a nap. Francia-spanyol határhoz érkeztünk. Verőfényes napsütés, plusz 7 fok a hőmérséklet. Hát becsaphatok én itt ebbe a lukba. Meg se kellett állni, nagyon gyorsan felismerte, hogy itt vagyok. Irún közelében járunk. Spanyolország. Megérkeztünk a napfényes Espanyába. Itt lemegyünk a pályáról, mert tankolni kell. Most lehet, hogy sípolni fog mindenki, mert úgy szokott. Igen. Nem tudom, az osztrák, vagy a cseh, vagy melyik box kergül meg, az is itt sípol. Micsoda gyűrődések vannak itt, ezt egy korábbi videóban is már felhívtam rá a figyelmet.
elég csúnya világ lehetett itt akkoriban, amikor ez így kialakult. Bemegyünk az autópályára? Ó, de rendes volt, beljebb húzódott egyel a kollega. Köszönöm szépen, nagyon kedves. És nekünk arra felé kell menni. Itt körbe kell menni a körforgalomba. Na, ki merre? Lett volna az igazi, ha beljebb tudok menni a belső sávba, de hát ott ugye bár záróvonal volt, nem lehetett beljebb menni. Itt látható, hogy nem lehet egyel beljebb húzódni. De ez például egyik sem, hanem körforgalom. De nézd már, micsoda busz megálló. Benzinkútnak a lehajtójába. Áll meg a busz. Sebastian irányába kell menni. Már elég régen jártam erre. Megkoptak az emlékeim. Hoppá, hoppá. Kerékpárost valahogy meg kéne próbálni kikerülni a lehető legnagyobb éppen. Telefonomra jött üzenet, hogy megérkeztünk Spanyolországba. Lesz a körforgalomban, amely hát kör alatt? Újabb körforgalomhoz érkeztünk. Szép zöld a fű, meg minden, még vannak fák, bokrok, amin ott a levél, ha már lehet, hogy azok örök zöldek, ki tudja. Most itt már 8 fokot mutat a hőmérő, olyan tavaszias az időjárás. Azt hiszem tankolás után meg majd át fogom tenni az ablakba a kamerát, utána már igazából az lesz lényeges, ami látható. A táj és a környezet, meg egyéb. Meg hát ugye vannak, akik azt írják, hogy ez nem jó a belső kamerás felvétel, mert nem lehet látni semmit, vannak, akik meg így úgy érzik, mintha itt ülnének a fülkébe, és azért jó nekik ez így, úgyhogy
igyekszem mindenkinek a kedvébe járni, amennyire lehet. Hogy itt is van a kamera, ott is van a kamera. Majd lesz fejkamera is. Ha egyszer eszembe jut, hogy majd föltegyem a fejembe a kamerát. Úgyhogy... igyekszem. A tankolás megvolt. Hogy most visszafelé kell haladni. Az első körforgalomig, és akkor ott elmegyünk jobbra irányba, és akkor úgy San Sebastián felé. Egy kicsit a várost is érinteni kell. Mielőtt még az autópályára kimennénk. De itt errefelé ez a környék is eléggé dimbes, dombos, meg sziklás, meg minden. 10%-os emelkedő. Elszúrtam a lépést. Igen, ez második kijárat. Még a Waberers-es időkbe. Úgyhogy most figyelek, hogy merre is kell menni. Ne, körforgalom lesz. Majd a harmadik kijáratra vigyázz nagyon. Kifelé az A8 azt mutatja, hogy A8, nekünk arra felé kell menni. Valahol hallottam vagy olvastam, hogy itt San Sebastiánban van a legtöbb. Egy afféle második járatos körforgalom következik, tudják, amiből a második járatos. Michelin csillagos étterem. És jön. Másodikon ki. Itt a második, itt megyünk kifelé. Szép lassan, hogy a kollégának legyen ideje behatolni a körforgalomba. De szerintem ez egy körforgalom. Már mi jön? Hogy örülök. Az első kijáratok kell, hogy kiment, de mindegy. Szóval, hogy körforgalom. Körforgalom. Ez a legjobb.
járaton menj ki. A spanyolok is tudnak ám közlekedni, mennek, mint a félnótás némelyik. Na és akkor itt, várjál csak, aha. Igen, itt ide kell bemenni. Ide? Azt hiszem. Igen, csak úgy kell csinálni, hogy homlokfal is bejöjjön rendesen, meg a vége is, mert ez itt elég szűkre van szabva. És ugye, ha a sávok között gondolkodik, hogy melyiket válassza, akkor érdemes egy kicsit így balra tartani. Később megtérünk. Aha. Jó. Oké. Okay. Tartunk balra. Majd ahol balra kell tartani. Aha, ott mi. Megyünk föl a pályára. Bilbao irányába. Tessék belenézni a vonalon tükörbe, balra kell tartani. Jön itt valami kék lámpás autó, ezt elengedem, hadd menjen. Sőt, ketten jönnek. Menjetek, gyerekek. És akkor majd én utánatok szépen besorolok. Rendőrség, valamilyen polícia. Na ugye, így már érdekes. Felmegyünk az autópályára. Amikor én legelőször errefelé jártam, mikor volt az, várják, 2007-be, akkor építették itt ezeket a felüljárókat, ezt a csomópontot. Építették, vagy átépítették. Na, Bobi, próbáljuk meg felhajtani az autópályára. A gyerekek, annak már 9 éve. Szalad az idő. Akkor itt még hatalmas nagy építkezés folyt. Na de jó. De fenn vagyunk az autópályán, és go, irány, Zaragoza. Na jó, meg van rakva ez a röntgszállító. Habár nem tudom, mennyi lehet a súlya. Láttam ennél jobban megrakottat is. Megérkeztünk a hegyekbe. Mert jó pofa ez a tábla, figyelmeztető tábla, hogy teherautó vászorok fölfelé, személyautók meg hátulról utolérik. Na itt jön visszafelé rendőr. Aha. Lehet, hogy ugyanaz volt, lehet, hogy nem. Csoda tudja. Itt most megyünk be a hegyek közé. Pamplona irányába. Nem tudom, hogy létezik-e még ott a bikafuttatásos buli. Ugye a bikaviadalt azt megszüntették. Nem tudom, hogy a bikafuttatás az megvan-e még ott Pamplonában. Hát. Én úgy tudom, hogy arról híres az a település. Leginkább. Na, megyünk szépen a pályán, itt már 9 fokot mutat a hőmérő. Aztán ki tudja, lehet, hogy fönt itt a hegyek között még hűvösebb lehet. Na, majd meglátjuk. Ajje, na itt vajon mi történt? Defekt lehet ez, hogy lerobbant a kamion. Aha, igen. Lerobbant a vontató, hoztak helyette egy másikat. Az most áll alá. Itt megadta magát az emelkedő. Nem is tudom, mit mondjak erre. Egyik kedves hozzászóló írta az egyik videóhoz, hogy
nem feltétlenül fontos nekem bármit mondani. Beszél helyettem a látvány. És hát ez most is így van. Véleményem szerint ez a látvány, ez magáért beszél. Rövidesen egy alagút fog következni, én úgy látom. Nem kell fölmászni teljesen a hegytetőre, hanem átfúrták itt a hegyet. Bizony, ott van az alagút. Vége, megérkeztünk a hegy túloldalára, és hát itt is nagyon szép a környék. Még mindig 9 fokot mutat a hőmérő. Tudom, látszik-e balra fönt a hegytetőn, ég az erdő. Most talán lehet majd látni itt a fák mögött, hogy igen-igen füstöl. Itt szemben meg valami felvonó van? Vagy csak villanyvezetéket? Ott fönt a hegyen kigyulladt az erdő. Ajjaj! Sziklásra változott a táj, a hegy. Szép magas sziklafalak vannak itt az út mellett. Hát 15-ös autóúton haladunk. Igen, ez olyan eléggé omlás veszélyesnek tűnik ez a rész. De ott van a drót. A drótkerítést azt odaépítették, hogy ha valami kisebb szikladarabok hullanak, akkor azért az megfogja. De nagyon jól néz ki. Szép vidék. Fölmentünk a hegyre, hogy le tudjunk jönni a hegyről a másik oldalon. Turista út is van erre felé. Legalábbis abból a gyalogos hídból arra tudok következtetni. Nézem, hogy micsoda. Hát egy része már hiányzik itt az autópálya miatt ennek a viaduknak, vagy mi ez itt. De az lehet, hogy vízvezeték. Meg keskeny. Ja. Mert azt nem szeretem. Nem is valami vízvezeték lehetett. Amint látható, errefelé is van néhány szélerőmű.
tőlünk balra is lehet, hogy az már nem fér bele a képbe, nem látni. De itt Spanyolországban igen-igen belehúztak itt a szélenergia, meg napenergia hasznosításba. Elég sok felé lehet látni, és hát gondolom, mint ahogy látható, pörög is rendesen, úgyhogy most is van valami kis szél ott fönt a hegygerincen. De ezek még valami régebbi, kisebb teljesítményűek, mert nagyon pörögnek. Nagyobb teljesítményű újabbak, azok viszont lassabban szoktak pörögni. Gyerekek! De itt már pont nem látni, ha minden itt neki. Pár száz méterrel korábban, tőlünk jobbra, a kukorica úgy volt, ahogy az megnőtt. Hogy lábon állt a kukorica január 4-én. Óriási. Na mondjuk igen, Spanyolországba járunk. Úgyhogy itt még kint hagyták a kukoricát. Milyen jól néz ki ez a híd. Hát igen, jobbra, balra, előre, minden felől kötelek tartják. És nem is egy hű, de nagy híd. Dombok mögött lemegy a nap. Tipikus spanyolos vidék. Bokor, gaz, agyag. Meg ilyen, nem tudom mik ezek, cédrusok. Vagy mi ez, valami fenyőféle. Itt is volt némi csapadék. Egy-két helyen lehetett látni sárkihordást, így a főútra. Meg mint látható, ott a hegytetőn, ott hó van. Hó, meg felhő. Ott a hegycsúcshoz oda ment a felhő. Megnézzük, milyen magasan vagyunk itt tengerszint fölött, mert Spanyolország ez ilyen csalóka. Hát igen. Azt mutatja, hogy 699 méter, most már 700 méterre vagyunk tengerszint fölött. Úgyhogy az a hegytető, az már ott közel lehet. Az 1000 méterhez szerintem, vagy talán még több is lehet. Hát nagyon csalók a Spanyolország, elég magasan fekszik a jelentős része. Azt hiszem, mondtam is már egyszer jó múltkor, hogy itt Zaragoza és Madrid közötti rész, az is olyan dimbes, dombos, hepehupás. Aztán megnézi az ember a navigációt, és azt mutatja, hogy 1000-1100 méterre vagyunk a tengerszint fölött. És közben meg ilyen a táj, nincs, nem úgy néz ki, mintha fönt lennénk valami nagy hegyen. Hogy itt is több mint 700 méteren vagyunk, 727 méter azt mutatja. Hogy ez egy ilyen, nem is tudom, minek mondják ezt, felföld. Na mindegy. És itt úgy látom, hogy almafák vannak, itt alma termesztéssel foglalkoznak. Kérem tisztelettel, itt van, amiről az előbb beszéltem, hogy most megérkeztünk egy ilyen, nem is tudom mi ez, dombtetőnek látszik, vagy valami ilyesminek,
és nézem a navigáción a tengerszint feletti magasságot, és azt mutatja, hogy 1163 méter, 1166 méter, 1170 méter, úgyhogy 1100, majdnem 1200 méter magasan vagyunk tengerszint fölött, és egyáltalán nem úgy néz ki, mint hogyha valami hegytetőn lennénk, hanem ez egy ilyen hát fennsíknak nem lehet mondani, mert nem sík, mert dimbes, dombos, meg ilyen. Ez valami magas föld, vagy felföld, vagy mi ez. De lényeg az, hogy tengerszint fölött vagyunk 1100, több mint 1100 méterrel. Érdekes. És a hőmérséklet 7 fok. Lement a nap, és 7 fok a hőmérséklet. Közeledünk a parkolóhoz, amit kinéztem. Jobbra kellene tartani, jó? Aj, mert aztán na, jönnek na a most mi lesz veletek, gyerekek? Nézd meg! Csak a két majom. Na. Szerencse, hogy nem jött mellettem senki belülről. Ezt mondjuk megnéztem előtte, hogy jön-e valaki. Na szóval... Google Maps-on megnéztem én ezt a parkolót, hogy egyáltalán tényleg itt van-e ez a benzinkút, de tényleg itt van a benzinkút. Meg megnéztem a holnapi első lerakóhelynek a... Most van az, hogy majd aztán később fordulunk mindenfelé, meg sávot váltunk, meg ilyesmi. Jobbra kellene tartani egy picit. Az utca képét megnéztem, mert... Csináld úgy, hogy jobbra tartasz. A Google magát, a céget... Valahol bent a városban. Tartsunk balra, az jó. Majd utána a körforgalom. Oda néz, egy csíkfágból. Szóval bent a városban, egy a lakóházak között oda mutatott, de közben nekem meg egy iparterület neve van megadva. Úgyhogy ránéztem arra az iparterületre is. Látod ezt a körforgalma? Na, ebbe megy bele, és rögtön az első nem megy ki. A második, a harmadik, a negyedik, azon megy ki, azon. Az jó lesz, vagy az ötös. És utána nem fordulunk se merre, se balra, se jobbra, se, hanem megérkezünk. De jó. Ott mennek kifelé egymás után. Na, megyünk bele a 4-es körforgalmas, kijáratos körforgalom. Na szóval, és ott nézegettem az utcaképet, jöttem, mentem, és megtaláltam a cégnek a külső raktárát. Megérkezünk mindjárt. És itt pedig len... Van ez a benzinkút, itt jobbra, és mellette pedig parkoló. Úgyhogy ide megyek én ehhez a benzinkúthoz. Na, ide értünk. Én mellesleg egy vidám vagyok, mert már a felén vagyunk az útnak, már ugye elméletileg, mert ez egy ilyen hát, célpont volt, és szeretném, ha utána gyorsan tovább mennénk. Újra tervezek, tudod mekkora meló? Igen, tudom, Laci. Arra kell menni. És itt mi van, ez valami zárt parkoló? Vagy mi a túró ez itt? Nézd már oda. Ha bemegyek én ide, aztán megkérdezem a benzinkútnál, hogy most itt fizetni kell a parkolásért vajon, vagy mi van. Aztán az is lehet, hogy csak valami zárt parkolónak indult. Jobb, ne balra megyünk, igen. És utána körbe megyünk háromszor a körforgalomban, nem? Hát, betolatok én ide a kollégák mellé. Ha fizetni kell, hát fizetni kell, akkor majd fizetek. Majd megkérdezem. Na jó van, megérkeztünk. Jó reggelt kívánok! 2017
január, mi van ma? 5-e. Reggel 7 óra 10 perc. Végül is a parkoló ingyenes volt, nem kellett érte fizetni. Bementem ide ebbe a étterembe. Megkérdeztem a jó gyereket. Menjél a balra. És képzeld, utána körforgalom lesz. És azt mondta a parkolóra, hogy gratuito. Ha jól emlékszem, ezt mondta, hogy gratuito. És az majdnem azt jelenti, hogy gratis. Legalábbis számomra. És jöttek még kollégák szép számmal, úgyhogy megtelt a parkoló. Jaj, itt meg balról jön. Nagy lendülettel. Szóval a parkoló megtelt, de az éjszaka... Körforgalom. Mindegy, a 4-es kijárat lesz, jó? Éjszaka szépen nyugodtan eltelt. Hol olvasom, ez egy körforgalom. A 4-es kijárat lesz majd jó. Innen még 30 km a lerakóhely. A 4-esen megy ki. Ami ugyebár, ahogy tegnap mondtam, már megvan hajszál pontosan, hogy hol található. Várjál, még itt se kell kimenni, hanem majd a következőnél. Igen, igen, a következőnél. Itt kell kimenni. Almazán a hely neve, ahova menni kell. Én nem is tartanálok fel akkor a hevenyonalomban. Jó, hát mondjuk nem ez a legszebb része a vezetésnek, de erről nem én tehetek. Te vettél autót, te tetted le a jogosítvány, van jogosítványod, ugye, ugye, mert ugye GPS adatok alapján így nézem, hogy hogy vezetsz, és tulajdonképpen szabad időben gyakorolhatnál egy cipici, de tényleg most nem azért, nem azért, semmi tanulás nincs ebben, csak gondoltam, hogy szólok, mert volt egy-két ilyen, tudod, ez emlékszem, mindegy. Én meg nem emlékszem, csak van egy memóriakártya és arra gyűjtöm az adatokat. Szóval Google Maps-on már megnéztem, úgyhogy hajszál pontosan tudom, hogy hova kell menni. Navigáció is tudja. És haladunk a lerakóhely felé. Képzeld el, találtam egy kondenzátort. Már itt mellettem. Az is kínai gyártmány. Megfogtam, és akkor átütött rajta. Egy körforgalom jön. Ez a jó a navigációban, hogy sötétben is olyan jól tud tájékozódni, hogy nocsak. Nagyon jó. Tudja, hogy hol vagyunk, merre kell menni. Rövidesen érkezünk az első lerakóhelyre. És tegnap én már megnéztem a másodikat is. Úgyhogy ha itt végeztem, akkor... De szerintem ez egy körforgalom, már ami jön. Úgy örülök. Az első kijáraton kell majd kimenni, de mindegy. Szóval, hogy körforgalom. Számolod a kijáratokat, 4, 5, 6, 7, első kijárat. És itt is az volt a helyzet, hogy meg volt adva, hogy poligono industria, mit tudom én micsoda. Mindjárt jobbra. De heza vagy valami ilyesmi. Megérkezünk mindjárt. Aztán azon belül meg találd meg a céget, és hát a cég, a Google Maps nem is itt hozza a céget, hanem bent a település jobbra. Közepén és valahol. Na, hova jöttünk? Hova jöttünk? Úgyhogy aztán... Nagyon ügyes vagy! És én sem vagyok hülye, mert ide értünk, ahova beállítottunk, és sikeresek vagyunk, és meg tudtuk csinálni, mert tudtuk csinálni! És aztán itt elkezdtem nézegetni az utcaképet. És itt egy 100 méterrel odébb megláttam az udvaron egy adag olyan árut, amit én is hoztam. És akkor ráközelítettem a
épületre, és akkor látom kiírva a cégem nevét. Ha mondom, akkor itt vagyunk helybe. Várjál, ez lesz az. Itt lesz az valahol. Aha, igen, ez az. Na hát itt majd talán 8 óra körül indul meg az élet, ha egyáltalán megindul. Na mindegy, én itt félreállok, aztán megvárom, míg előkerül itt valaki. Á, de a kapu az félig meddig nyitva van, úgy látom. Úgyhogy mindjárt besétálok, aztán megnézem, hogy van-e itt bent valaki. Megérkeztünk. Nos, tisztelettel, első lerakás elintézve. Ilyen alumínium csöveket hoztam én is. Ahogy láttam, ez a cég ilyen mezőgazdasági öntözőket készít. Márpedig itt Spanyolországban az öntözésre szükség van. Ugye, az eső az ritka dolog errefelé. Jaj, óvatosan, mert itt elég nagy a szintkülönbség, ha bár kiemeltem a húzó tengelyt, de attól függetlenül óvatosan kell itt leereszkedni. Nehogy leérjen valami. Most pedig irány Zaragoza. Mivel nincs forgalom, ezért megmutatom, hogy teljesen szabályosan hogy megy ez, hogy a 4-es kijáraton kell nekem kimenni, azaz vissza kell itt fordulni ebből a körforgalomba. Menjünk el a körforgalomba, a 4-es kijáratra majd vigyázz. Ah, micsoda komoly benzinkút van itt. És hol? Na szóval, itt megyünk a belső sávba. Aha, ott van bent hátul a benzinkút. Óriási. Ez már az ötödik kijárat? Akkor túlmentél, menj egy kört, negyedik kijáraton menj ki. És akkor innen indexelünk jobbra, itt kijövünk a jobb oldali sávba. És így már is csapatunk kifelé a körforgalomból. De tulajdonképpen unalmas az élet itt bent. Egyetlen örömöm van, amikor azt mondhatom, hogy körforgalom jön! Azt nézem, hogy itt jobbra ilyen lakberendezési cégek vannak, vagy mi a túró, de hogy ezek miből élnek, hogy ide jön valaki, mint vevő, vagy lehet, hogy ez csak raktár? A csoda tudja. Lehet, hogy csak raktár. Na, adiós amigos! Úgyhogy most Zaragoza és a repülőtér közelébe ott van az a cég, amit nekem meg kell találni. Traktor javító. Remélem ez nem Nagy-Britannia, körforgalom, és majd a harmadik kijáratra vigyázz. Meg mindenféle mezőgazdasági cuccokkal kereskedő cég. Jó, nem jön senki. Néztem én itt tegnap, lett volna még talán annyi időm, hát nem. Annyi időm már nem lett volna, a hogy idáig eljöjjek. A harmadik kijáratot kell majd kihajtani. Mert így is 9 óra 30 egy néhány percnyi vezetéssel álltam meg. Vali,
ilyen. Érdekes, egy hogy Szaragóza nincs kiírva. Amelyben sok kijárat lesz, de nekünk csak a kettes kijárat fog megfelelni. Hm? Oké. Okay. Rajta vagyok, Laci. Szaragóza pedig elég nagy város és nincsen kiírva. Na most a második kijárat, az a jó. Ez itt az első. És ez lesz itt a második. Azért akárhogy is ez a spanyol úthálózat, ez nagyon, nagyon ki van építve, gyerekek. Nézd meg, ez is egy gyorsforgalmi út, egy autóút. Jön egy körforgalom. Milyen helyes kis körforgalom következik? Kétszer, két sáv. És szinte bárhova el lehet jutni ilyen aránylag jó minőségű úton. De mondjuk van egy-két ilyen alsóbrendű út, ami hát nem igazán jó. Kicsi koromban, amikor úgy eldölt, hogy végül GPS leszek, mert hülye voltam ahhoz, hogy PDA legyek, akkor én már arra vágytam eleve, hogy majd körforgalmakat fogok mondani. Hát gyönyörű szó, körforgalom. Az első kijárat lesz a jó. Az első kijáratot megtalálod? Hajts ki rajta. Na ez valami ilyen... akármilyen fő út lesz. Medve és a nyuszika sétálnak az erdőben, és összefutnak a jó tündérrel. Jó tündér mondja, jó napom van, teljesítem 3-3 kívánságotokat. Medve, sok-sok medvelányt akarok. Nyuszika, répa torta. Medve, még több medvelányt akarok. Nyuszika, akarok egy Ferrari. A medve, még több medvelányt akarok. Mire a nyuszika? A medve legyen meleg. Ha nézd meg, nyíl egyenes, irány az ég alja. És ugyebár azt hinné az ember, hogy nem is vagyunk mi olyan magasan, és most nézem, tengerszint feletti magasságunk 940 méter. Úgyhogy ez az, amiről tegnap is beszéltem, hogy ki gondolná, mintha egy magas hegyen lennénk. Ez olyan. Hát elég magas, mert Magyarországon ugye Kékestető a legmagasabb, és az 80 méterrel magasabb talán, mint ahol most megyünk. Ugye 1024, ha jól tudom. Na szóval itt megyünk, akkor ez már mondhatni majdnem, hogy ilyen fennsík. Igen. Érkezünk az egyik kedvenc helyemre. Itt nem alagutat fúrtak, hanem átvágták a hegyet. Elhajtottam a napellenzőt, mert már ide nem süt be a nap. És hát itt megérkezünk valami bámulatos helyre. Éppen az A2-es autóúton haladunk Zaragoza felé, Madrid irányából. És itt ugye már vannak komolyabb hegyek. Nem is tudom, megnézem, hogy milyen magasan vagyunk most. 920 méter a tengerszint felett. Úgyhogy itt ezek a kis domnak látszó hegyek, ezek már olyan 1000 méter környékén lehetnek. Van itt viadukt, 410 méter hosszú. És hát ott is kiharaptak egy elég tisztességes darabot a hegyből. Tudom ki, hogy van vele, nekem tetszik. Szerintem jól néz ki. Sőt,
megérkeztünk egy szép helyhez, és innen már lefelé megyünk a magaslatról. Itt már elég jó kis lejtők következnek. De aztán utána meg emelkedő is lesz, hanem majd ott a következő hegy után azt hiszem ott fogunk lemenni a síkságra. Igen, igen, most nézem a térképet. Úgyhogy itt most még a lejtő után jönni fog egy emelkedő. Ha jól sejtem, és akkor utána. Lassacskán érkezünk Zaragoza városához. Van egy olyan érzésem, hogy a hétvégét el fogom tölteni. Hosszú hétvégét, mert holnap itt Vízkereszt, január 6-a, és ennek örömére közlekedési tilalom és munkaszüneti nap. Úgyhogy meglátjuk, hogy hogy fog alakulni a helyzet. Dimbek, dombok, hegyek. Nagyon szép. Érkezünk a domb tetejére. Aha. De itt még mindig a hegyek, dombok között kell tovább menni, úgyhogy látszik, van még egy pár kilométer. De közben meg, ha nem figyelek, akkor meg meglódul a paripa. Aztán csak gurulunk lefelé, mint a golyó. Most egy alagúton megyünk át, és innen már elég tárul, hogy itt valami messze síkságra fogunk megérkezni. Vagy mégse. Nagyon régen nem jártam én már erre. Nagyon régen nem jártam, úgyhogy fogalmam nincs, hogy meddig kell még itt a hegyek között menni. Most már nem is merek mondani semmit. Tehát a térkép alapján, a navigáció alapján lassacskán lemegyünk a hegyről. Már van még 56 km Zaragozáig. Hát igen. Most jött el az a pillanat, amikor megyünk lefelé, és valószínűleg, hogy innen már, ha leérünk, akkor már nem is nagyon fogunk fölfelé menni, hanem még ott Zaragozánál lesz valami jó kis lejtő, emlékeim szerint.
mennyire fog látszani a felvételen, de itt a szemben látható domb tetején, az ott egy fensík, úgy emlékszem, és ott jobbra-balra, ameddig a szem ellát, végig ilyen szélerőművek vannak telepítve, az valami félelmetes, nem tudom, szerintem Zaragozának a energia szükséglet jelentős részét innen biztosítják. Na majd, ha itt fölmegyünk ezen az emelkedőn a domptetőre, arra a fensíkra, akkor jobban lehet majd látni. Érkezünk a domptetőre, vagy hegytető talán. Ezt nem is tudom most, gyorsan ránézek, hogy milyen magasan vagyunk. Itt már 600, várjál, igen, 627 méter, hogy ez már hegy, úgy tudom 500 méter fölött hegy. Na mindegy, itt van a nagyon-nagyon sok szélerőmű, ez egy ilyen szeles terület, most is elég jól lögdösi a kamion, és nem tudom hány darab lehet. Elképzelhető, hogy a Google keresőben meg lehet találni, hogy hány darab ilyen szélerőmű van itt, de nagyon sok. És itt a spanyol bika. Jön még egy jó hosszú lejtő, igen, erre jól emlékeztem. És ott feltűnik előttünk Zaragoza városa. Lemegyünk a pályáról. Nekem egy kicsit korainak tűnik ez, de majd meglátjuk. Ja, de itt van a bevásárlóközpont. Aha, igen, erre emlékeztem én, hogy itt a bevásárlóközpontnál... Köszönöm, hadd legyárat majd mi. Bevásárlóközpontnál kell behatolni oda a ipari területre. Oda az ipari területre. Én, nekem tényleg mindegy, hogy mennyivel még tudod. 42-vel megyek, Laci, most mi a baj? És itt van a 40-es tábla. Biztos vagy benne, hogy te is. Ha ez Nagy-Britannia, akkor megszoktuk. Nappalról most szünet van. Itt ez a bevásárlóközpont két részből áll, ugye? Itt kettészeli ez az út. Balra ugye ott van Decathlon és egyéb, jobbra meg más
üzletek, élménycentrum, kajálda. Ez van előttünk. A harmadik járatra majd vigyázz. Hát azok egy kérdés. És a kettőt összeköti egy ilyen kis nyeregvasút, vagy nem is tudom minek mondjam ezt a járművet. Nem tudom, hogy működik-e, mikor legutoljára itt voltam, akkor itt ezen a piros körforgalom, tudod, belülről elsőbség, meg minden, ez furcsa dolog. A harmadik járat lesz jó. Piros pályán itt közlekedett ez a kis jármű. Aj, de jól visszaváltott. Most is ott áll bent a végén. A harmadik járaton kell kimenni. Nem tudom, hogy működik-e. Ha netán itt töltöm a hétvégét, akkor majd megnézem. Meglátjuk, hogy hogy lesz. Mert itt van egy benzinkút, és ott parkoltam én annak idején hétvégén. Mi lenne, ha drámaian mondanám? Körforgalom jön. Ez inkább idegbeteg. Igen, igen, körforgalom jön. Na itt balra van ez a repszókút, és ott töltöttem én egy hétvégét. Bekerítették a parkolót? Az igen. Akkor az lehet, hogy fizetős lett. Hát akkor itt kint a személyautós részben, vagy itt erre felé valahol lehet parkolni. Úgy látom, itt parkolnak kamionok. Az szép. Lacika vagyok, a körforgalomban a második járat. Körforgalom. Balról nem jön senki. El vagyunk, oké? Második kijáraton, Második kijáraton, megyünk kifelé. Na majd meglátjuk, aztán az se kizárt, hogy még itt délutánra szereznek nekem valami rakodást. Mert most még csak fél 12 van. Bele lehet menni. Második járat. Fél 12 és elvileg... A második járat lesz jó a körforgalomban. Amely hát kör alap? Pikpak leveszik az árut, mert... Van... Várjál, hány raklap? 7. 7 raklap összesen. A második kijárat, hogy erő. Úgyhogy az nem egy nagy dolog. Tyú, hogy fúj a szél, oda néz. Lehet látni ezeket a kis bokrokat, vagy mik ezek. Hogy erősen hajtogatja a szél. Lász egy körforgalom, a második kijáraton fogunk majd kimenni. Most itt ez csak így fejből adtam meg, de nem voltam benne biztos, hogy ebbe az utcába van, ami itt ennél a körforgalomnál van, vagy még egyel odébb. A második kijárat lesz jó a körforgalomban, amely hát kör alatt. Hát szerintem még egyel odébb van ez a cég. Második kijáraton futunk kifelé. Aha, igen, egyel odébb lesz. Ha meg nem, akkor visszajövök. De mennyi autó, meg kamion parkol itt, azt a mindenit. Mi van ennél szebb? Gyöngyvirág, körforgalom. Lombullás, csodálatos. Az első kijárat lesz szép, meg jó. Igen. Lesz nekünk egy ilyen körforgalom breakboxunk, hogy hát bemegyünk, de az első kijáraton rögtön el is. Pont jó. Az első kijáraton kéne kihajtani. És akkor elvileg itt lesz valahol az a cég, amit én keresek. Vagy egy utcával odébb, de hát ez majd mindjárt kiderül. Megérkeztünk. Megérkeztünk. Kisú pesgőt. Ja.
megérkeztünk, úgyhogy itt a fuvar vége. Na, még egy szösszenet itt a végére. Megérkeztem én ugye ide a megadott címre. De hát itt erről az oldalról minden be van zárva. És aztán végigmentem itt a kerítés mellett a nagykapuhoz. És hát ott van egy tábla kirakva, hogy a másik utcáról van a bejárat. Úgyhogy nem innen van a bejárat, ahol megvan adva a cím, hanem egyel odébb. Úgyhogy most megyek át a másik utcára, és onnan támadom a helyet. Itt van ennek a Szeszé feliratú logisztikai cégnek a telepe, és hát itt környező parkolókba, utcákba szinte csak az ő pótkocsijaik vannak. De itt körbe-körbe végig. Úgy látszik, hogy itt használható telephelyként az utca. Úgyhogy itt erről az oldalról lesz a bejárat. Na, akkor viszont itt a fuvar vége.